Gyermekek megfelelő nevelése társadalmunk egyik legégetőbb problémája. Ez a felismerés hívta életre a főként magyarországi orvos, pszichológus és teológus előadókat felsorakoztató konferenciát. Olyan virtuális világban élnek a gyerekek, amit itt el is hangzott a konferencia minden előadó részéről, ami tulajdonképpen eltávolít a gyerekeket attól az alapvető sejtől, amit családnak nevezünk, hogy ez végig viszi az egész fonalat, demográfiai kérdéseket is feszeget, tehát itt nyilván nem fogjuk tudni megoldani másfél-két óra alatt ezt a dolgot, de úgy gondolom, hogy az, akik itt részt vettek ezen a konferencián, azok biztos, hogy elgondolkodnak rajta, és hazavisznek valamit ebből. Vallom Kornis gondolatát, hogy a jó nevelés a legjobb nemzeti politika mindnyájunk számára. És úgy gondolom, hogy több mint 1000 éve Kárpát-medencében a magyarok olyan gazdag, európai és sajátosan magyar értékekkel rendelkeznek, amelyeknek az nem ismerése hiba. Hogy miért hiba? Mert az önbecsülésünket nem segíti. A professzorasszony kitért arra is, hogy a fiatalok külföldre vándorlása a legtöbb esetben a kultúra hanyatlásához vezet. A mai fiatalságnak a legfontosabb érték, hogy szórakozzon és pénze legyen. Sajnálatos módon. Ezt mértem, azért merem mondani. Természetesen vannak kivételek. És a kivételek itthon vannak. És ők éneklik Kós Károly, Kányádi verseit, mert ők tudják, hogy mit jelent a magyarság megőrzése. Kárt nem okozhat. Azt gondolom, ha egy kicsit elmegy, mert ezt kérdezte, aztán jöjjön vissza. A konferencia üzenete, hogy példaértékűen kell viselkedni, mert jó család nélkül jó gyermeknevelésre sincs lehetőség.